A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak. Gyakoriságukat tekintve kiemelkedő a szívinfarktus, a stroke, a koszorúérbetegség és a szívelégtelenség. Tarts formában a szíved, előzd meg a bajt, gyógyszerek helyett mozgásra fel. Ezzel a felhívással szervezett a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda egy klub délutánt a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Az iroda havi rendszerességgel rendez összejöveteleket minden korosztály számára, hiszen nem csak az időseket érintik ezek a betegségek. Mayer Lenke mindig részt vesz ezeken az eseményeken. Azt mondja, fontosnak tartja az egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat. Túrázom, a Bonyhád Völgységi Turista Egyesületnek vagyok a tagja, és minden kedden megyünk, és minden szombat vagy vasárnap olyan 10-15 kilométereket. Egy rendkívül jó csapat van, nagyon jó, föltöltődünk, úgyhogy utána az ember egy hétig úgy lelkileg egyensúlyban van. Szili Lívia az egészségfejlesztési iroda képviseletében elmondta, hogy ők rendszeresen szerveznek életmódváltó programokat. Jelenleg ugye a szív-érrendszeri betegségeknek a megelőzésére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ennek egyik része ugye a sport. Az, hogy folyamatosan a keringésünket fejlesszük, tartsuk formában magunkat, tartsuk a szívünket is karban. Ez volt az elsődleges ilyen kis célunk, hogy mégiscsak hívjuk fel a lakosság figyelmét. Így körülbelül egy másfél hónapja tudtunk így elkezdeni tényleg aktívan dolgozni, úgyhogy jöttek így rögtön az ötletek, meg az érdeklődők is, újra visszatértük ide a pezsgés, az élet az emberek szívébe is, és nagyon aktívak, tehát nagyon sokan érkeznek, sokan érdeklődnek, és el is indítottunk egy ilyen életmódváltó programot. Egy bonyhádi fitnessteremmel karöltve tűzték ki azt a célt, hogy minél több embert megszólítsanak és ösztönözzék őket a mindennapi testmozgásra, kortól és nemtől függetlenül. A pandémia alatt nagyon sokan leálltak a mindennapi sportolással, felkúsztak plusz kilók, amik a későbbiekben komoly egészségügyi kockázatokkal is járhatnak. Létrehoztuk ezt a programot, és kínálva egy lehetőséget arra, hogy az újrakezdőknek is próbálják ki az ott megtalálható eszközöket, sportokat, egy 5 alkalmas bérlettel kedveskedünk. Jelenleg is ehhez kapcsolódóan jöttek a ProFitness-nek a munkatársai, bemutatják a spinning, illetve a Walk Energy gépeket, magát, hogy mit okoz a testben, hogyan hat ez a szívre, a keringési érrendszerre, magát a gépeket hogyan kell használni, milyen jótékony hatásai vannak, és tényleg a fiatalabb korosztálytól az idősebb korosztályig ezek az eszközök és sportok jók, tehát alkalmazható. Seres Vivien edző elmondta, hogy már több közös és sikeres együttműködésük volt az egészségfejlesztési irodával, és erre a klub délutára is szívesen mondtak igent, mert szívügyüknek tartják, hogy minden korosztály megtalálja azt a mozgásformát, amit örömmel végez. Azt is hozzátette, hogy a fitnesstermek világa nem csak a fiataloké. Az idősebb korosztály számára is vannak olyan mozgásformák, amikkel hosszú távon tehetnek az egészségük megőrzéséért. Ma a mai napon a kardioedzések kapnak hangsúlyt, a Walk Energy és a Spinning, ami benne is van a nevükben, a szív- és kardiovaszkuláris rendszerünk, a szív- és érrendszerünk edzettségét ápolják és fejlesztik, de ez nagyon fontos kiemelni, hogy egy edzett szív, de a szívünk a testünk éltető motorja, és ha ő rendben van, akkor az élet minden területén jobban fogunk teljesíteni, és ez lenne az üzenetünk. Vigyázzunk a szívünkre, nagyon sok lehetőség van, és sokszor azt a kifogást hallom, hogy eleve magas a vérnyomásom, hogy jöhetnék el magas pulzussal, hogyan edzhetnék. Ezért vagyunk mi egy nagyon felkészült és lelkiismeretes oktatói gárdával dolgozunk együtt, hogy szépen fokozatosan mindenki megtalálja azt. Ez a kulcs szó, hogy fokozatosság, és az, hogy egy közösségi élmény legyen az edzés, hogy arra az egy órára tényleg minden mást le tudjunk tenni, félre tudjunk tenni, és az egészség megőrzés és fejlesztés mellett az a fő szempont, de amellett tényleg egy kikapcsolódás és feltöltődés legyen, és ezt a részét, ezt az örömedzés részét szeretnénk most bemutatni a mai napon. A napi sport beiktatásán túl a megelőzéshez tartozik a dohányzásról való leszokás, és a már meglévő betegségek esetén a teljes életmódváltás is.